Emberek! A magyar határhoz érkeztetek. Utoljára hallotok magyar beszédet. És úgy szólok hozzátok, mint ember az emberhez. Ha valakinél még pénz, értéktárgy vagy bármi egyéb volna, azt adjátok most át nekem. Ahova ti most mentek, ott már nem lesz szükségetek értékekre. Ha valamit eldugtatok, a németek úgyis elveszik tőletek, akkor már miért ne inkább magyar kézbe jusson? Hiszen ti is magyarok vagytok végeredményben. A kurva anyját. Rendben. Rendben, ha ad érte cserébe vizet. Vizet? Ez ugyan hatóságilag tilos. De lopok innen a kútról. Mennyit? Az attól függ, mit adnak. Majd ő meglátja, hogy mit kap. Nem fog csalódni. Azt akarják, hogy itt fáradozzak maguknak, és esetleg még nem is éri meg. Legalább mutatóba adjanak valamit. Mutatóba adjon két vödör vizet. Adják, vagy nem adják? Büdös zsidók! Még a legszentebb kérdésekből is üzletet csináltok! A németeknek viszitek ki az utolsó filléreteket is! Akkor dögöljetek inkább szomjan! Dögöljetek szomjan! Dögöljetek szomjan! Fejemből, amit az a csendőr 4 napja mondott. Mit mondott? Hát azt, hogy ahová mi megyünk, ott már nem lesz szükségünk semmire. Hát hová megyünk? Látsz valamit? Hol vagyunk? Állomás épület, azt hiszem. Helyiség nevet nem látsz rajta? De látok. Auschwitz, Birkenau. Tudja valaki, hol van ez a... micsoda? Auschwitz, Birkenau. Auschwitz, Birkenau. Még soha nem hallottam ezt a helyiség nevet. Pedig maga földrajz tanár. Nem kell követni az utat Szlovákián keresztül. Ugye észak-kelet felé tartottunk. Szerintem most már Lengyelországban vagyunk. Csak ugye a németek itt minden helységet átkeresztelnek. Az okosok, már 4 napja találgatnak.